Köszöntöm a nézőket! A mai műsor is egy ünnepi műsor. De két adással ezelőtt, március 15-ről volt szó, és arról, hogy mi a helyzet ma a 12 ponttal, de mi történt március 15 után? Miért lett a mai műsor egy ünnepi műsor? Ugye, a forradalom után továbbra is ülésezett az országgyűlés. És elfogadtak bizonyos törvényeket, ezeket nevezzük az áprilisi törvényeknek. Ugye azért, mert ennek a nagyon nagy többségét áprilisban fogadták el, és ezek óriási jelentőségű jogszabályok voltak, amik alapvetően alakították át az akkori korszak Magyarországát a mai napig ható módon. És hát tulajdonképpen az áprilisi törvényekkel megszületett az első magyar demokrácia. Ugye azért épp ma forgatom ezt a műsort, mert az akkori vezető, ugye Ferdinánd király április 11-én írta alá az áprilisi törvényeket. És ugye ma április 11-e van, amikor ezt a műsort készítem. Szóval nézzük Magyarország demokratizálódását, és hát egyben a középkor felszámolását. A március 15-i forradalom eredményét, és egyben a reformkor megkoronázását. Az áprilisi törvények tartalma. Tulajdonképpen a dolog lényege az volt, hogy ahhoz, hogy demokratizálják Magyarországot, fel kellett számolni a középkorra járó feudális kötöttségeket. Ugye Széchenyi is előkészítette már ezt a dolgot, és nagyon-nagyon sokan mások, úgyhogy nézzük a rendi állam felszámolását első lépésként, ugye a közteherviselés. Az 1222-es aranybulla óta a magyarországi nemesség nem adózott. És hát ugye ők lettek volna az a réteg, akik pénzügyileg megtehették volna azt, hogy sokat adóznak, ugye így lényegében a jobbágyokra hárult az ország minden közterhének a fenntartása. És hát ez természetesen egy állandó, gyenge hatalmat is jelentett az országban, hiszen ugye ez egy állandó, erőteljes decentralizáltságot okozott. Ugye a közteherviselés bevezetése az arról szólt, hogy a nemesek is adóztak, megerősödött a központi államszervezet, és ezzel létrejöhetett egy modern, stabil magyar állam. Aztán a középkor lezárásaként megszüntették az úrbért, a robotot, a dézsmát, az egyéb pénzbeli juttatásokat, és hát ugye innentől kezdve a jobbágy már gyakorlatilag semmivel nem tartozott a földes úrnak. A másik pedig az, hogy a jobbágyok a föld, amit műveltek, azt megkapták, a saját földjük lett. Ez ugye szintén az áprilisi törvények rendelkezése volt. És hát ez hozta el a jobbágy felszabadítást, ugye létrehozta a szabad parasztságot, akik önállóan rendelkezhettek a föld tulajdonukkal, és úgy általában a saját életükkel. És hát ez persze létrehozta a jogegyenlőséget, mert innentől kezdve jogilag már nem különbözött a nemes és a volt jobbágy, a létrejött szabad paraszti státusz, hiszen a nemesnek is volt földtulajdonhoz joga, és a parasztnak is, ugye addig ez egy tiltott dolog volt ugye a parasztok, vagyis hát a régebbi jobbágyok számára, ugye ők nem birtokolták a földet, csak művelték. Úgyhogy létrejött a szegényebbek számára a tulajdonjog tulajdonképpen. Ja, aztán eltörölték az egyházi tizedet, és jött a bíráskodás kérdése is. Nagyon-nagyon sok kérdést rendezett az áprilisi törvények, fantasztikusak voltak. A földesúri bíráskodás, a pallos jog, stb. Ezek megszűntek, és helyette a megye hivatásos bírósága rendelkezett ezek után a parasztoknak az ügyeiről, ahogy a nemesek ügyeiről is, tehát innentől kezdve ők egy szintre kerültek jogilag. A törvény előtt egyenlővé váltak a bíróságok keretén belül is.
Aztán ugye az áprilisi törvények, és itt már, és ezt mind egyben csinálták, az áprilisi törvények létrehozták az első demokráciát, ugye a szavazati joggal. Ugye a szavazati jogot kiterjesztették. Ugye a nemesek mellett elsőként az orvosok, jogászok, gyárosok, mesterek, kézműiparosok és egyéb jelentősebb vagyonnal rendelkezők is szavazati joghoz jutottak. Tehát ezzel a lakosságnak nagyjából úgy a 10%-a jutott szavazati joghoz. Ma a magyar lakosság ugye 18 év fölött van szavazati jog, tehát most 80% szavazhat, akkoriban még csak 10% szavazhatott, de ez volt az első lépés az általános népképviselet felé, és az akkori korszakban ez egy óriási dolog volt, egy rendkívül innovatív dolog volt. Az egész világon nagyon-nagyon kevés demokrácia volt akkoriban, és hát Magyarország ezzel belépett közéjük. Ugye aztán kihirdették a vallásszabadságot, a nagyobb egyházak megkülönböztetésének a tilalmát, a cenzúrát törvényileg eltörölték, és ezzel pedig létrejött a szabad sajtó. Egy annyira szabad sajtó, ami a mai Magyarországon nem annyira szabad a sajtó, mint 48-ban volt az áprilisi törvények miatt. Aztán, mivel akkoriban nagyon-nagyon sokan jártak színházakba, még talán többen is, mint amennyien újságokat olvastak, így aztán a színházak cenzúrájának az eltörlése szintén egy óriási változás volt a szólásszabadság és a művészeti szabadság irányába is. Aztán a tanulás és a tanítás szabadságát is deklarálták az áprilisi törvények, például egyetemistaként meghatározhatták az emberek azt, hogy melyik tanárnál akarnak tanulni. Ma nem vagyunk ennyire szabadok Magyarországon, mint ami a 48-as áprilisi törvényekkel létrejött. A tanulás és tanítás szabadságában sem egyébként. Aztán ugye szabad lett a gyülekezés, például ugye megint csak a mai Magyarországon nem annyira szabad a gyülekezés, mint amilyen 48-ban volt az áprilisi törvények hatására. Aztán ugye létrehozták az áprilisi törvényekkel a magyar kormányt és alatta a magyar minisztériumokat, és ezzel létrejött Magyarországon egy teljes értékű, stabil, erős demokrácia. És hozzá kell tenni, hogy az akkori korszakban például Franciaországban volt demokrácia, Hollandia, Dánia, az Egyesült Államok, egy darabig Haitin sikerült a fellázadt embereknek demokráciát létrehoznia. Úgyhogy hát igazából nagyjából egy olyan 5-6 demokrácia volt a korszakban, és hozzájuk csatlakozott Magyarország 1848-ban. Ugye a 12 ponttal kapcsolatban nézzük végig, hogy mi valósult meg a 12 pontból. Ugye mit kíván a magyar nemzet? Első, kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Az áprilisi törvényekkel ez megtörtént. Aztán felelős minisztériumot Budapesten, ugye ez is az 1848-as áprilisi törvényekkel, tehát egy hónappal a forradalom után megtörtént. Törvény előtti egyenlőség, ugye aztán évenkénti országgyűlés Pesten megtörtént. Törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben megtörtént. Nemzeti őrsereg létrejött. Közös teherviselés létrejött. Urbéri viszonyok eltörlése létrejött. Esküdszék képviselet egyenlőség alapján megtörtént. Magyar Nemzeti Bankot egy picivel később, de létrehozta az országgyűlés. A katonák aztán tizedik pontja a 12 pontnak. Ugye a katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonákat ne vigyék külföldre, külföldieket vigyék el tőlünk. Hát lényegében egyébként a későbbiekben ez is létrejött. Aztán a 11. pont politikai státuszfoglyok szabadon bocsájtása, ez is megtörtént. A 12. pedig Unió Erdéllyel, ezt is kinyilvánította az országgyűlés 48-ban. Ugye ezzel egységbe foglalva az akkori Magyarországot, és hát tulajdonképpen az a fantasztikus dolog esett meg az országunkkal, hogy egy forradalom minden egyes kívánsága teljesült. Ez a világ számos országának történetét elolvastam,
afrikai országok történeteit, dél-amerikai országok történeteit, Európa más országainak a történeteit, Ázsia számos országának a történetét, de még nem nagyon-nagyon ritka volt az, szinte nem is nagyon volt olyan, hogy egy adott forradalom, vagy bármilyen társadalmi szintű változás esetében az összes követelményt teljesítse a vezetőség. Szóval a 12 pont mindegyik pontja megvalósult az áprilisi törvényekkel, vagy közvetlenül utána még a 48-49-es időszakban. Úgyhogy ez egy fantasztikus változás volt. A vezetőség és a lakosság egy húron pendült. A vezetőség minden ígéretét teljesítette. Elolvastam például az Elnökök című könyvet, ugye az Egyesült Államok 20. századi elnökeiről szól, meg egyébként utána néztem az összes többi elnöküknek is, akik a 20. század előtt voltak elnökök, mindössze egyetlen olyan elnököt tart nyilván az amerikai történelem, aki minden egyes ígéretét teljesítette. Egyet. A több mint 40 elnökükből mindössze egyetlen ember volt, aki minden ígéretét teljesítette, hozzá kell tenni, hogy nem ígért sokat egyébként, de azt megtette. Egy ilyen politikai vezető volt eddig az amerikai történelemben. Úgyhogy azt, hogy Magyarországon a 12 pontból mind a 12-t megcsinálta a vezetőség, az olyan kivételes és fantasztikus dolog, hogy április 11-ét ezeknek a törvényeknek a szentesítését egyébként is érdemes lenne külön ünnepnapként kezelni, mert az egy dolog, hogy valaki jókat mond egy forradalomnál, vagy egy tüntetésnél, de azt, hogy a vezetőség utána a 100%-ban meg is csinálja, na az fantasztikus. És majdhogy nem példanélküli, tehát tényleg tehát egy több évszázados demokrácia, mint az amerikai is, hát nem nagyon büszkélkedhet túl sok ilyen pillanattal, amikor minden ígéret teljesült volna. És akkor nézzük azt, hogy mi történt 1849 után, hogy egyáltalán ezekből a dolgokból mi maradt meg, mert ugye a forradalmat 49-ben a 160 ezer Habsburg katona és 200 ezer orosz katona bevonulása közösen elfojtotta. Ugye Görgei megadta magát az oroszok előtt, mert magyaroknak csak 170 ezer katonája volt, ami így már nem volt elegendő az oroszok bevonulásával együtt, ezzel együtt már nem tudott mit kezdeni a magyar hadsereg ekkora létszámú ellenséggel. Úgyhogy a rendi országok vezetősége, a birodalmi vezetősége, kettő birodalom kellett egyébként, a Habsburg birodalom és az orosz birodalom, hogy együtt lenyomják a magyar forradalmi törekvéseket, viszont mi az, ami ezek után megmaradt? Ugye a jobbágy felszabadítás az egy annyira mély változást hozott 48-ban, hogy azt a megszállók már nem tudták visszafordítani. Kénytelenek voltak alkalmazkodni hozzá. Megszűnt a jobbágyság, létrejött a szabad parasság, és jogegyenlőség lett úrrá a magyar társadalmon, és ezen már a Habsburg megszállók nem tudtak mit csinálni, ez fennmaradt a megszállási időszakban, aztán a monarchia időszakában is, tehát ezt például nem tudták visszafordítani, mert persze a szabad sajtót felszámolták, gyülekezési jogot felszámolták, stb., de voltak bizonyos dolgok, különösen a középkort lezárta a 48-as áprilisi törvények, végleg hivatalosan is lezárták, úgyhogy ez igazából a mai modern magyar társadalmat alapozta meg, visszafordíthatatlanul. És ráadásul a tulajdoni viszonyoknak a modernizálása a mai modern piacgazdaságot is megalapozta az iparban, a mezőgazdaságban, hogy aztán legyen esélyünk a világban egy működőképes országot létrehozni, ami versenyre tud kelni bárki mással, ez akkor történt meg. És hát ezek fantasztikus eredmények voltak egyébként. Úgyhogy megalapozódott a mai modern magyar társadalom, melyben most is élünk. És hát igazából ezt köszönhetjük
a reformkornak, a március 15-i változásoknak és az áprilisi törvényeknek, ahol kiderült, hogy a vezető réteg az összes ígéretét be tudja tartani. Ez volt a mai műsorunk, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!